Szabadkai magyar iparos emberek alapították meg az egyesületet Iparos Dalárda néven. Később vette fel a Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület nevet. Tagjai kezdetekben hangversenyekkel egybekötött bálakon, mulatságokon léptek fel. Különböző változásokon ment keresztül az egyesület alakulása kor férfi emberek alkották, majd mind több lett a nő, végül vegyes karként működött, majd népdalkörré alakult át, és különböző más szakosztályok is csatlakoztak hozzá. Az egyesület tagjai elhivatott éltetői a magyar kultúrának, közösségben gondolkodnak. Mindenki igyekszik letenni a maga részét a közösség asztalára. Gyakran több generáció is az egyesület tagjává válik, így volt ez Muhi Melindáéknál is. Ő napjainkban vezeti a Veronika Népdalkört. A vajdaságban számos olyan tájegység szerepel, amelyikben csodálatos népdalok vannak, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy addig nem indulunk el felvidék, illetve az erdélyi magyarországi népdalok megismeréséhez, amíg a sajátunkat nem tudjuk. A Covid időszak ezt még egy kicsit kibővítette, ugyanis pályázati úton sikerült egy körutakat is szerveznünk, hogy ha már énekeltünk doroszlói, bácskertesi, kupuszini, gombosi népdalokat, sikerült támogatások útján ellátogatnunk oda, és megnézni, hogy milyenek azok a helyek, ahol még valóban élő néphagyomány van. Ez pedig már az Egyesület Hang klasszikus zenei társulata által szervezett muzsikáló udvar. Nagy hangsúlyt fektetnek a szabadkai magyar zeneszerzők műveinek megismertetésére is. Érdekes, legalábbis én így gondolom, hogy érdekes műsort tudunk a közönségnek adni. Gondolok itt mondjuk Csád Géza műveire, amit szerintem a szabadkai közönség még nem hallhatott, és mi adtuk először itt elő. Egyébként ezzel már foglalkoztak Budapesten, tehát nem mi vagyunk az úttörői. Lányi Ernő műveit gyakran mutatjuk be, Gál Ferenc műveit is, őt is meg kell említenem. A Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület a népkör után Szabadka második legrégebbi folyamatosan működő kulturális szervezete, amely számos díjat és elismerést tudhat a magáénak. Tagjaik büszkék arra, hogy különböző módon, de hírt adhatnak Szabadkáról.